A Magyar Hősök emlékünnepén a magyar katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Karcag város önkormányzata képviseletében Gyurcsák János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző rótta le kegyeletét az emlékműveknél. A Hősök emlékünnepét az 1924. évi 14. törvénycikk rögzítette, amely kimondta, hogy minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg. A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott törvény alapján a korábbi ünnepkörét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. A Magyar Hősök emléknapjának eredete az 1917. évi 8-as törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. Karcag város vezetői az első és második világháborús emlékműnél és a Levente emlékműnél helyezték el koszorúikat, tisztelegve a hősök előtt.